spirituál televízió leleplező. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőimet, ez a spirituál televízió 285. adása. Az adás a leleplező sorozatnak a második epizódja. Most egy kicsit lájtosabb leszek, de a téma az azért elég kemény, és a címe pedig az, hogy autonómia, rezervátum vagy bunker. Ez ilyen egyszerű, és ezt próbálom, igyekszem kifejteni, még le nem megy teljesen a nap. Sajnos itt nálunk a Diósgyőri várhoz jöttem ki, amit éppen 300-400 milliárd forintért újítanak újra fel is. Már lassan egy éve lehet, hogy látszik is, buzarálódnak a három nagy darúval, és ugye minden le van zárva. És itt ugye az erdő, a fenyves erdő hamarabb is beárnyékolja a napocskát. De mindenképpen szerettem volna egy ilyen természeti helyszínt választani önöknek, hogy már tényleg elegem van a stúdióból, meg a szobából, meg a LED lámpákból, meg a rossz világításból, ami sajnos költséges lenne egy normális stúdió világítást létrehozni. De azért félgőzzel is, meg ha nem is teljesen profi módon, de csak tudtunk működni az elmúlt időszakban is. Szerintem nagyon fontos, mint ugye felolvasok most önöknek egy saját magam által megfogalmazott, egy petícióra megfogalmazott arszpoétikát. Egy negyedik székely vagyok, egy negyedik erdélyi szász, egy negyedik nemesi származású magyar, és egy negyedik zakopáneiai lengyel polyák paraszt sarja. Ezek mind szkíta ágak, külön-külön is mindegyik vérben nem zubog, így együtt vagyok hun. Na most ezt, ha már rezervátum meg autonómia, ugye az adás témája is, ugye majd jönnek a különböző további csontvágyak, ezek a szekrényből, mint hogy ez is egy ilyen itt mögöttem. Leleplező. A Magyarok Világszövetsége Védjük meg a székelyeket és a csángókat. Egy petíciót nyújtott be, amit én aláírtam, és erre buzdítok minden honfitársamat, aki valamilyen szinten is érzékeny. Erre a témára 22-es romániai népszámlálás kapcsán Románia miniszterelnök helyettese Kelemen Hunor bejelentette, hogy ezúttal nem lesz lehetőség arra, hogy a székelyföldiek székelynek vallják magukat. A magyarhoz tartozó etnikumok sorából ugyanakkor kivették nem csak a székely, de a magyar anyanyelvű csángó etnikumot is. Tehát az elképzelésük szerint nem lehet, az ember nem vallhatja magát Erdélyben csak magyarnak. A székelyek azok kiestek, és a csángók is. Ez nagyon furcsa. Mi magyarok, székelyek és csángók több ezer éves testvérnépek vagyunk. Anyaországunk Magyarország, anyanyelvünk a magyar. A magyar nemzet részeként követeljük a nemzetközi jog értelmében is identitásunk szabad kinyilvánításának lehetőségét. Etnikai hovatartozásunk szerint is testvéreink itthon, a nagyvilágban egy azon életfa ágai. Ne engedjük, hogy színpompás virágzó ágainkat lenyesegessék gonosz pusztító erők. Követeljük, hogy a 2022-es romániai magyar népszámlálás alkalmával a 2011-esnek megfelelve az alábbi módon lehessen megvalani a magyar azonosságot. Ugye itt számozások vannak, 1101 magyar, 1102 ungur, 1103 székely, 1104 csángó. Fogjunk össze és aláírásainkkal is támogassuk, védjük meg egymást. Na hát, kötelességemnek eleget tettem. Leleplező. Tehát innentől kezdve beszélhetünk ugye az autonómiából, hogyan tudnak a különböző pályhojtagok és különböző kormányok vezetői bármilyen módon is ugye kisiklani a nemzetközi törvények sorából. Nagyon jól jellemző ez most a Romániában, szépen itt a pandémia közepette egy kihúzzák a szőnyeget a székelyek alól, de egyébként ez egy karmatikus dolog is, hiszen a székelyek a 2018-as választásokkor is azóta is, hiába vagyok székely, és ez egy önkritika is, akkor így nem bántok senkit, higgyék el.
a magyar állítólagos kormányra, és a Orbán Viktor a nagy kedvencük rá szavaztak, és mai napig is nagyon imádják, világos, hisz rengeteg támogatást kaptak, ugye az anyaországbeli magyarok kontójára kölcsönöket vettek fel, és ugye a mi adóforintjainkat kihorták, és ezzel magukhoz édesgették őket. Majd most egy hangjukat se lehet hallani, például ezzel a népszámlálással kapcsolatban, legalábbis még eddig a napokban nem hallottuk a hivatalos magyar álláspontot. Ha valaki tudja, akkor küldje el, írja meg. Tehát ez ugye autonómia vagy rezervátum, igyekszem pörgetni, nem akarok hosszú lenni. 15 éve Szeremlei Hubával a Káli-medencében ugye egymás mellett laktunk, és ott közös terveink voltak. Akkor még ő egy 20 milliárdos vagyonos ember volt, erről adást is csináltam, nemrég hunyt el, és tehetős volt, és a fél Káli-medence, mint birtok, a kezében volt, saját földjei voltak, bérelt területei, a Badacsonyon szerettünk volna egy naptemplomot elhelyezni. Káli-medencében pedig felépíteni egy önfenntartó, szakrális magyar közösséget, egy falut, egy kis autonómiát. És ő akkor, amikor még megtehette volna, azt mondta nekem, hogy Ati, ez hülyesség, mert úgy fogunk járni, mint az indiánok, hogy rezervátumokba mentek, és akkor úgy azonnantól kezdve már csak elmentek hozzájuk a kovbolyok, és mindig újra és újra kihasználták őket, tulajdonképpen be voltak zárva. Bohóckodtak ott a turistáknak indián ruhába, de egyre jobban lejjebb és lejjebb mentek. Tehát nem tudom, hogy a székely autonómiából, ha ez lehetséges, ha most ismerjük, hogy sokan nem figyelik, megint a pandémia miatt a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, ha mondjuk Putyin valóban most már úgy fog dönteni, hogy Ukrajnát megszállja az orosz csapatokkal, akkor szerintem nem fog megállni. És lehetséges, hogy itt nem hogy a székely autonómia, hanem a román autonómiáról lehet majd beszélni. Persze mindent majd idővel. És ugye a csángók is ugye megkaphatják végre, amit évtizedeken keresztül olyan nagyon-nagyon nehéz körülmények között megszenvedtek. És talán a kárpátaljai magyarok is felszabadulnak, és talán mi is. Ez a jövő zenéje, ha már ugye, akkor autonómiát kaphatunk végre, mint magyar királyság, ugye nagyon jó a nemzetközi helyzet, nem hogy csak fokozódik, hanem ugye tudjuk, hogy jaj, nagyon sajnáltam, amikor megtudtam, hogy a Netanyahu az én nagy kedvencem, Orbán Viktor nagy mentora és irányítója kiesett a sorból, és ugye elvesztette a miniszterelnöki pozícióját, innentől kezdve van nagy szaladás, nagy félés, bár az izraeli legújabb egészségügyi beavatkozásra alkalmas injekciókat, azokat állítólag itt magyarokon fogják tesztelni, nem értem, most ez az adás nem erről a pandémiáról szól, de végül is lehetséges az, hogy talpra állunk. Tehát néha hagyd mondjak már jó hírt is, tehát azért bizakodjunk már benne, és bizakodjunk abban, hogy nem bunker lesz a vége, hanem valóban egy autonómia, és ez az autonómia nem csak a különböző népekre, vagy régiókra, vagy térségekre, vagy nációkra vonatkozhat, hanem végre, mint ember, én is, és hozzám hasonlók is, végre egy szabadságot, egy autonómiát nyerhetek el, és nem a félelem is, nem a szabadság hiánya is, nem a korlátozások is, nem a különböző diktátumoknak az árnyékában kell ezt a gyönyörű kis életemet utolsó akkordját leélni, hanem szabadon. Most egyébként, ahol vagyok, ez itt a az egykori várfürdő területe, mögöttem ugye a Diósgyőri vár, ezt itt egy diktátor, egy diktatórikus ugye városvezetés egyszerűen megszüntette ezt a strandfürdőt. Tehát ugye láthatjuk, hogy ide beépítettek egy ilyen lovagi tornát, tégla épület teret, ami önmagában nem is lenne olyan borzasztó. Jól ellennének itt azért, mit még el tudnánk lenni páran, de ugye ez besült ez a gyönyörű
projektum. Itt volt nekem a Diósgyőri strand mögött a nagyapáméknak például az államosításig egy ilyen diósgyőri csatosüveges ásványvíz csapoló ilyen szódákat csináltak, és szerte Borsod megyében hordták szét a lovaskocsival, dédapám és nagyapám anyai, és azt is elvették, úgyhogy nagyon erősen kötődöm ehhez a területhez. Inkább mindig azt mondtam, hogy ez az én váram, amikor kicsi voltam. Ja. Hát nem tudom, hogy mi lesz vele, de nagyon úgy tűnik, hogy nagyon az elején vannak még. Tehát a tervekben az egészet befedik, éppen tegnap néztem meg is, hogy akkor visszakanyarodom a Barbárok rockoperára, hogy 96-ban itt volt a bemutatója, a szegény Szebeni János testvérem nemrég elhunyt az ő főszereplésével. Erről is szeretnék egy pár szót mondani, ugye itt volt a bemutató, nagyon sikeres, több tízezer ember, még tájoltattuk is, ugye csak Mezőkövesden is legalább 8-10 ezer ember néztem meg augusztus 20-án, 96-ban. És elnézést, csak kicsit felmelegítem ezzel a gyógynövényes, nikotint nem tartalmazó herbálvéppel a kezemet, nagyon szeretem. Szóval ma volt egy meditációm, és nagyon sok minden felismerésem lett. Találkoztam a Szebikével is, tehát Szebeni Jánossal. Tudni kell róla, hogy 20 évig nagyon komoly alkotó munkát folytattunk, ugye a Sweater zenekarban együtt nyomtuk a rockoperákban, vers megzenésítésekben, és aztán sajnos eltávolodtunk egymástól. Ő elindult az SZDSZ irányába, hogy pécsi ügyvívője volt, vagy nem tudom, szóvívője, vagy nem tudom milyen. Én elindultam a nemzeti radikális irányba, és ugye két dudás voltunk a csapatban is. Azért állandóan vitatkoztunk, aztán én elindultam a spirituális útkeresésben. Jézus, szkíták, a reiki valóságába, a finom energiák világába, ő pedig elindult ennek pont az ellenkezőjébe. Tehát aztán 2007 környékén megalakította, 2008-ban talán a Virrasztók nevezettük, szintén folk-rockos csapatot, de ez már nem tudom, hogy az alvilágban, aki átviszi, ki is volt festve is, egy ilyen nagyon jó zenét játszottak, profik, zsírprofik voltak, de nem tudtuk összeegyeztetni, és ugye pár évvel ezelőtt ő elhunyt, és egy ilyen fertőzés kapott egy hosszú betegség után egy német kórházban szegénykém, és nem tudtam neki segíteni, nem is tudtam, hogy beteg, erről én tehetek. De aztán most a meditációmban találkoztam a pappal, pap kollégával, ugye ő ugye azt mondom, hogy a Styx, nevezhetjük azt a misztikus folyót, aminek a túloldalán átviszi ő ez a szerep, amit ő alakított igazándiból is, ezt ő komolyan is gondolta. Tehát ő valóban a szellemvilága sötétebb minőségével foglalkozott, én pedig ugye itt maradtam, ugye nem tudta ő se, csak sejtette, hogy milyen nehéz időszak előtt állunk, ő elment, akkor én megmaradtam, és itt én küldözgetem át az embereket, szegényeket, ha tudom, a temetéseken, a búcsúztatókkor, az átengedéseken. Ő pedig úgy látom, hogy nagyon sokat fogad, hisz naponta nagyon sokan halnak meg mostanában, sajnos.
szolgálhat, telik ezt a fejön, veszi a bújáját, lépni hazafele. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy karmikus dolog. Nem akarok senkit hibáztatni. Nagyon haragszom az orvos társadalomra egyébként, a 99,9%-át mondhatom. De nem haragudhatok igazándiból senkinek. Politikusokra is nagyon haragudtam nagyon sokáig, de most belátom, hogy nem kell, hogy haragudjak senkire. Eznek meg kell történnie, ez egy nagyon szerves, fontos állomás, egy vizsga, egy beavatás, egy különleges, egyszer is megismételhetetlen szerintem, ami történik, ez most maga az érettségi vizsga, a végjáték, a küzdelem, és teljesen mindegy, hogy most ugye mindannyian meghalunk, mindenki új világot fog utána kezdeni, és lehet, hogy éppen Izraelben fogok majd felébredni, és zsidó leszek, vagy most a székelyek is lehet, hogy románokat fogják majd akkor elnyomni, amikor ha székelynek születek következő életemben. Én hiszek ebben egyébként, de már az nem én leszek természetesen. De mindenféleképpen nagyon fontos, hogy még most, amíg itt vagyok, és nem a misztikus halálfolyamnak a másik oldaláról szemlélem a dolgokat, addig mindent megtegyek azért, hogy a családomért, a gyermekekért, a népemért, népeimért, ugye hát előbb meséltem, hogy rengeteg vér van bennem, a jó emberekért itt a Földön, az emberiségért és a jó lényekért mindent megtegyek. Leleplező. Autonómia, rezervátum vagy bunker. Tehát tulajdonképpen az három szint, hagyjuk azt most, hogy melyik a legjobb és melyik a legrosszabb. Tulajdonképpen mindannyian bunkerban vagyunk, hiszen két éve, hát nem két éve, de jóval régebben, de mondjuk azt, hogy nagyon durván két éve tart és egyre jobban sűrűsödik. Nagyon-nagyon remélem például azt, hogy a pletykák, amelyek azt mondják, hogy a új honvédelmi törvény elfogadása következik. Ugye sokak szerint ez a különböző tüntetéseknek az elnyomására lesz, tehát hogy 50 főnél nagyobb tömeg ha létrejön, majd ugye lehet, hogy sikerül erről majd bejátszanom valamilyen kis vágóképet, de ha nem, akkor majd a következő adásokban egész biztos. Tehát reménykedem abban, hogy nem a különböző magyar, székely és hun testvéreinknek a demonstráció, és cigány, ugye, és magyarországi kisebbséghez tartozó egyéb politikai testületek, vagy politikai kezdeményezéseknek az elnyomására szolgál, hogy 50 fő és tömegeknél már egyénileg a katonai vezető használhat lőfegyvert, és egyénileg dönti el, hogy milyen drasztikus intézkedést alkalmaz. Ha nem reménykedjünk, hogyha már az előbb beszéltem Putyinról, meg a esetleges keleti beözönlésről, meg ugye a szegény ukrán menekültekről, amik kb. 4-5 millió embert jósolnak, ha az oroszok bevonulnak és visszafoglalják az ukrán területeket, akkor valóban biztosan nagy szükség lesz arra, hogy itten komoly katonai értelemben, vagy határőrizetileg valóban indokolt az, hogy tudjanak intézkedni. Leleplező.
Betört szélvédő, sérült karosszéria, így néz ki az az autó, amit a múlt éjjel kövekkel dobáltak meg a migránsok Kumbajánál. A határsértők egy csoportja illegálisan akart bejutni az országba, csak hogy a Bács-Kiskun megyei rendőrök útjukat állták, a bevándorlók valószínűleg emiatt váltak agresszívvé, ekkor történt a támadás. A Bács-Kiskuméi határszakaszon szolgáltat teljesítő kollégái a Kumbaja térségében kb. 15 fős migránsokat. Tehát reménykedjünk abban, hogy itt erről van szó, és nem arról, hogy éppen mondjuk pandémia kérdésben egy tüntetést feloszlatnak, akár éles lőfegyverrel is. Ez a megint a jövő zenéje, és megint egy vizsgamunka, és megint ugye az elnyomó is vizsgázik, és az elnyomottak is vizsgáznak. Se nem jó, se nem rossz vizsga. A vizsgán lehet ötösre kiválóan vizsgázni, és lehet mínusz egyesre is, el lehet bukni. Tehát a révész nem mindegy, hogy hova visz át abba a bizonyos mennyeknek országába, amiről Jézus is mesél, vagy abba a bizonyos sötét, lángoló tűzkatlanba. Na most nézzünk egy másik ilyet, igyekszem, remélem, hogy nem fogják törölni a YouTube-ról, de tudják mit? Úgy vagyok vele, hogy 17 000 feliratkozón van, és az adásaimat ilyen 1-2 ezer ember nézi meg, meg 3, meg 4, tehát én már nem érdekel, hogyha elvesztem ezt a csatornát, tehát nem fogok itt görcsösen. Egy probléma van, hogy a szerver, a saját szerver az döcög. Tehát tényleg az elmúlt adásban is, a felkonfban is elmondtam, hogy egyre többen panaszkodnak, hisz egyre többen, tehát ilyen 2 terabájt, meg 3 terabájt a napi adatforgalom, tehát ezzel a költségvetéssel nem tudjuk felgyorsítani. Tehát nagyon fontos az, hogy be tudjunk ruházni egy nagy magasabb sebességű kategóriában, ami ugye 100 000-es nagyságrendű tétel, ehhez változatlanul kérem az önök folyamatos támogatását, és köszönöm azoknak, akik segítenek minket, eddig is segítettek, és most is az elmúlt adás óta is 2-3 ember segített és átutalt 5000 forintot, vagy 10-et, 20-at. Ezer év. Hány és hány hazugság miatt szenvedsz oly rég? Miért hagyod magad, mikor óriás lehetnél? Azért engeded, hogy mást is belemelhessél. Sós kódba tesznek, onnan is kivesznek. Életét. Milyen ez a föld, hol születik a szép, hol feldobog a szép, ami újra elhozza a vég. Drága magyar nép. Az Országos Oltási Munkacsoport vezetője dr. György Istvántán egyik levelét olvasom, tájékoztatom, hogy az országos tisztifőorvos a hivatalos értesítőben közzétett határozatban elrendelte a háziorvosi szolgáltatók oltási tevékenységének fentiek szerinti elvégzését. A szombati oltási napokra a háziorvos külön térítést is kap. A szombati hétvégi oltás naponként a nem tudom milyen finanszírozás 9 oltásig 40 000 forint, 10 vagy a fölötti oltásszám esetén 80 000 forint szombatonként. Köszönjük! Az oltáshoz szükséges eszközök eljuttatásáról az oltópontokra és a háziorvosokhoz a megyei oltási munkacsoport gondoskori terveink szerint a háziorvosokhoz is többféle ilyen cuccast visznek, vagy mind a említve vannak ezek a nyugati
dolgok. Na hát, csak úgy szerettem volna egy ilyen finom hírt mondani, szeretném elmondani, hisz beharangoztam. Természetesen virágnyelven mondom, hogy a Szűcs Attila, a civilek a tisztánlátási mozgalomnak az egyik alapítója, ő a legfőbb ügyészhez is adott most már be nagyon komoly beadványt, hogy szeretném hangsúlyozni, és ez szerintem nem törölendő, ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a nem tudom, hogy hány tízezer gondnokság alatt gyermeknek a gondviselőjét ugye utasították arra, hogy a gyermekorvosi kamara utasítása szerint nem érlegelhessenek az 5-12 éves kategóriában. A kamasz kategóriában ott még el lehetett beszélgetni a kamaszokkal, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy kötelezővé tették. És gondoljanak bele, hogy nem, egyébként a honlapon is fenn van ez a lista, ezeknek a gyámszülőknek, akik ebből élnek, akik gyámok, vagy nem csak gyámszülő, hanem mint gyám, és ugye vannak a nevelőszülők, nekik is mind fel van a nevük, és gyakorlatilag ők vállalják a felelősséget ezért a döntésért. Több-több beadvány érkezett most már különböző helyekről, kiskorúak veszélyeztetéséről, tehát nagyon-nagyon fontos egyrészt a 80 ezer meg a 40 ezer forintért ezt a tevékenységet folytató orvosoknak üzenem, hogy az életükkel játszanak. Szeretném most egy felhívni a figyelmet egy nagyon fontos dologra, a Nürnbergi kódexra, és nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy azok a gondviselők, azok a szülők, tehát a vérszerinti szülők is, azok a nevelőszülők is az életükkel, tehát a szabadságukkal, tehát akár 20-30 év múlva is egy megfelelő csillagállás esetén, vagy egy megfelelő autonómia esetén egy új világkorszakban, ami hamarosan elérkezik, ez meggyőződésem, a nagyon komoly retorziók lesznek, és senki nem fogja megúszni. A Nürnbergi kódex 47-ből a vizsgált ember önkéntes beleegyezése elengedhetetlen a követelmény, a kísérleti alany teljes körű tájékoztatása, a kísérlethez való önkéntes szabad hozzájárulás. A kísérlet eredménye a társadalom számára hasznos, és más módon nem érhető kell, hogy legyen. A kísérleteket állatkísérletek előzzék meg, a kísérlet nem okozhat sem fizikai, sem lelki szenvedést, károsodást, nem vezethet a kísérleti alany halálához vagy megnyomorításához. A kockázat mértéke nem haladhatja meg a várható pozitív eredmény értékét. Az esetleges ártalom kezelésére előre fel kell készülni. A kísérleteket csak tudományosan minősített személyek vezethetik. Az alany kívánságára a kísérletet bármikor azonnal abba kell hagyni. Ha a kísérlet közben annak folytatását a kutató veszélyesnek tartja, azt azonnal be kell szüntetnie. Ezt kérem, 1947, nem ma volt. Ne játszunk a tűzzel, mindenkinek ezt üzenem, és senkit nem fenyegetek. Aki megválthatja a népek életét. Tied ez a föld, hol születik a szív, hol feldobog a szív, ami újra elhozza a vét. Drága magyar szív, kezd folyni a nózim, nem vagy mínusz 5 fok, a daluk még mindig dolgoznak, hamarosan befejezem, lemegy teljesen a napocska is, egy dolgot még, egy pár rövidet is tűnök is el, mert ugyanaz az autó, nem tudom, hanyat szagyon itt el, meg vagyok figyelve,
Látom. Kedves magyar barátaim, ha nem engedünk tovább a zsarolásnak, egy hónap múlva 5.450.000 oltatlan ember lesz az országban, és ez a teljes népesség 56%-a, onnantól már nem kéne sokáig kibírni, hogy összedőljön az egész kártyavár. Ez lebegjen a szemetek előtt, mielőtt önként vonultok, megmondom meg, hogy hova. Ezt szerettem volna, és ugye próbálok most már egyre rövidebb adásokat csinálni, persze, hogyha kell, akkor azért eléggé, megmondom őszintén, hogy nem fogom kimélni a filmet, és önök az önök figyelmét sem. Most ez egy ilyen kicsit pörgősebb, és azzal zárnám akkor még egyszer ezt az egész dolgot, hogy tulajdonképpen az autonómia, amivel az előbb is már bepróbálkoztam, csak túl saját magamat elnyomtam a beszéd közben, saját magamat beleszóltam a saját szavamba. Tehát, hogy én székelyként, magyarként, huniként, polyákként, szászként, emberként, univerzumi lényként szabad vagyok, autonóm lélek, aki saját maga sorsa felől is, a saját teste felől személyesen dönt, senkit nem bíztam meg azzal, hogy helyettem döntsön. Én fogok szólni, amikor úgy látom, hogy valakit szeretnék megbízni, hogy ezt vagy azt helyettem eldöntse. Én nem szavaztam sem a románokra, sem a Trianonra, sem az MSZP-re, se a DK-ra, se a Fideszre. Nem szavaztam se a szabadkőművesekre. Nem szavaztam meg, hogy a házi orvosom mit csinálhat velem és mit nem. Én szabad vagyok. Én nem szeretnék részt venni ebben a hazug ocsmány tavaszi szavazásban, de nem szeretnék senkit lebeszélni. Én nem fogom magamat beoltani, de senkit nem beszélek rá, el is erőszakkal nem veszek le. Én amennyiben engem valaki, vagy a családomat valaki erőszakkal erre akar rávenni, akkor egyrészt először is meggyőzöm, még egyszer meggyőzöm, harmadszor is meggyőzöm, aztán megpróbálok kitérni, negyedszer is megpróbálok kitérni, bunkerba vonulni, elköltözni, és ha nem megy, és még mindig nem nyugszik, akkor fizikailag is fogok védekezni. Ezt javaslom minden éppeszű, magyar, normális gondolkodó testvéremnek. Volt régen egy ilyen vicc, hogy Stirlitz, ugye, és voltak ilyen régi történetek, és akkor én dokumentálisan a németek bevonultak az erdőbe, és nagy fegyveres harcok arán elfoglalták a rétet, vagy a retet. Aztán jöttek az oroszok, nagy-nagy áldozatok állán ki, a németeket kiszorították az erdőből, majd megint jöttek a németek, kiszorították az oroszokat, aztán az oroszok negyed napra visszavágtak és súlyosan károkat okoztak, majd kijött az erdész és elküldött mindenkit a jó büdös picsába. Köszönöm a figyelmüket, éljen a szabadság, éljen az autonómia, éljen az emberi önrendelkezés, és várom önöket hamarosan egy új filmmel. Jó egészséget, ez volt a 285. Spirituál TV adás. Vigyázzatok magatokra, YouTube-isok, ne agy leterüljetek. Hello mindenkinek! Spirituál Televízió, leleplező. Második rész, leleplező.